csúcsvezetők érkeztek, akiket csúcsvezető fogadott. Nem akármilyen találkozó volt a városházán. Az Audi Hungária ZRT igazgatóságának leköszönő és új elnöke, valamint a cég kommunikációs vezetői voltak dr. Dézsi Csaba András polgármester vendégei csütörtökön. Az Audi Hungária egy rendkívül fontos cég győrváros életében, ahol már 30 éve van itt a városban, és nagyon-nagyon sok embernek, családnak, munkát adnak, és hát ez összefonódott győrváros újkori történetével, történelmével, ahogy az egyetemmel is, és azt szoktam mondani, hogy ha fejlődik az Audi, az, akkor fejlődik a város, és ha fejlődik a város, akkor az Audi is fejlődik. Úgyhogy egymásra vagyunk utalva, de ez tulajdonképpen egy pozitív dolog, hiszen mind a város, mint pedig az Audi egy sikertörténet már nagyon-nagyon hosszú idő óta, és hogy elmondtam nekik is, ugye az igazi sikert lítő embereknek a tudása, szorgalma, tehetség és munkája, és ez érvényes arra a két úriemberre is, akik ma nálunk jártak. A találkozón elhatározták, hogy folytatják a már 30 éve tartó együttműködést, melyben nagy szerepet vállalt a leköszönő elnök is. Számomra ez egy egészen fantasztikus időszak volt, hiszen négy és fél éve töltöttem egy egészen szuper helyen. Számomra ez az egész Volkswagen koncernen belül az egyik legjobb telephely. Nem csak egy kiváló szakemberekből álló csapattal, hanem egy csodaszép városban is dolgozhattam. Ez pedig nagyszerű lezárása a szakmai karrieremnek, és csak gratulálni tudok az utódomnak ahhoz, hogy lehetősége nyílik itt az Audi Hungáriánál tovább dolgozni. Alfonsz Dintner arról is beszélt, hogy nem először járt a polgármesternél, akivel jó viszonyban vannak, hiszen mind a város, mind az itt élő emberek és az Audi Hungária is egy ökoszisztéma részei, így pedig az irány is közös, így gondolja ezt az új igazgató Mikhail Bréme is, aki több évet töltött már Győrben, így nem ismeretlen számára a terep. Fantasztikusan érzem itt magam, ez egy nagyon élhető város, egy kiváló csapattal, akik már 30 éve folyamatosan bővítik a kompetenciákat. Az egész Volkswagen koncernek, az egész világnak szállítunk, ez a szlogenünk is, hogy győrből a világnak. Nagyon büszke vagyok arra, hogy most átvehetem a felelősséget, ezért a nagyszerű gyárért. A megbeszélésen a bértárgyalásokról és az idei év terveiről is szó esett. A 2024-es évre számos ötlete és terve van az Audi Hungáriának mind az autógyártás, mind a fejlesztések területén. Az elképzeléseiket pedig, ahogy eddig, úgy ezután is támogatja majd a város.